A mai betyárok is eljöttek Lápafőre emlékezni Sobri Jóskára, a Bakony híres haramiájára, aki itt veszítette életét, és akire most már kopjafával emlékeznek a helyiek. A kopjafától azt reméljük, hogy amolyan zarándok helyé válik, mert nagyon sok ember érdekel Sobri Jóska. Nem csak az emlékhely, hanem a temetőhöz vezető út is megújult 420 méter hosszban, 17,5 millió forintból. Az elkészült temető utca a belügyminisztérium támogatásával épült meg. A helyiek számára fontos a település szélén álló különleges Mária szobor is, mely olyannyira megrongálódott, hogy másolatot kellett készíteni az eredetiről. Ennek a szobornak van különlegessége is. A Kárpát-medencében mindösszes a kettő ilyen szobor létezik, mert általában a Máriát kisdeddel ábrázolták, és egy fülke jellegű szoborban mintázták meg, míg itt önállóan csak a Mária látható. A hármas avatása a régi adósságait törlesztette a település vezetése.